folytatjuk a már megkezdett témánkat. Ugye a csúszás mentesítésről már volt szó, de ahhoz, hogy milyen problémákhoz vezethet, hogyha bizony mondjuk megtörténik a baj, arról beszélünk. Igen, a doktor urakkal, még dr. Marapcsik Bence, ortopéd szakorvos gerincgyógyász, és dr. Szalontai Tibor, traumatológus. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én rögtön kezdeném azzal, hogy Tibor kézsebész is egyben. Igen. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb mindannyian huppanunk egy nagyot, hogy azért a nagyobb eséseknél, Bence, mint gerincgyógyász, nyilván ahhoz nagyon nagyot kell esni, hogy tényleg esetleg csigolyatörésről beszéljünk, de a kisebb eséseknél valóban fennáll, hogy azonnal kéztörés, akár újtörések történnek. Ezt lehet így általánosítani, hogy azért általában az ember inkább kisebbet esik, és előbb inkább a végtagok sérülnek, mint hogy gerincsérülésről beszéljünk? Lehet, és a leggyakoribb a elesésnél a kéz, illetve a csuklótörés. A töréseknek a 20%-a a csuklót, kezet érinti, a nagyon nagy arány. Valóban a gerinc az azért védettebb, illetve stabilabb, és kevésbé sérül, ugyanakkor, ha megsérül, akkor sokkal nagyobb bajt okoz. Ugye ebben az időszakban nyilván, ahogy beszéltünk is róla, hogy csúszósak az utak, csúszósak a járdák, ilyenkor melyik az a korosztály, aki leginkább ki van téve annak? Mert gondolnánk azt, hogy mondjuk a szánkózó gyerekek, vagy a korcsolyázó gyerekek főleg, de közben az idősekre is gondolni kell. Alapvetően igaza van, meglepően igaza van, ugyanis ez a két korosztály, a gyermekek és a idősek, feleségem a lelkemnek adta, hogy ne időst mondjak, hanem szenior korúakat. A szenior korúak sérülnek meg. Gyerekek leginkább a sportsérülés miatt, idősek pedig a elesés miatt, a elcsúszás miatt. Valóban meglepő, érdekes, hogy 20 és 50 között sokkal ritkább a csuklósérülés, hogyha már az én szakmámról beszélünk, mint a gyermekeknél, meg a szeniorkorúaknál. És azt is hozzá kell tenni, hogy idősebb korban, vagy szeniorkorban a csontritkulás azért egyre gyakoribb, tehát a csont törékenysége egy kisebb erőhatással is bekövetkezik. Pont erre szeretem volna kitérni, hogy nem biztos, hogy egy ugyanolyan esésnél ugyanaz is történik, ugye más korosztályban. Orvosként egyáltalán lehet-e valamit meghatározni, hogy mit lehet tenni, mert ugye a probléma pontosan azzal van, hogyha valaki esetleg már megtanult akár sportolásból kifolyólag is jól esni, hiszen ezt is megtanuljuk. Ha az ember a jégen csúszik el, ugye nincs erre ideje. De hogy ez tényleg a szerencsére, vagy éppen a pekre van bízva, vagy lehet-e valamit tanácsolni, például, hogy dobjunk el bármit, vagy mindent, ami éppen a kezünkben van, hogy valamennyire tudjuk tompítani, és éppen azt érjük el, hogy mondjuk inkább a kezünk törjön el, mint hogy a gerincünk? Az egyik legfontosabb eszközünk az öltözködés. Tehát, hogy mit veszünk föl, és ilyen hideg csúszós időben készüljünk föl rá. Ugyanígy nagyon fontos a cipő viselése. Tehát nem mindegy az, hogy milyen típusú cipőt hordunk, legyen ez egy széles talpú, legyen olyan bordázott talpú, ami megtapad ugyanúgy, mint a téli-nyári gumi esetében, vagy pedig nagyon fontos, hogy vastag öltözék legyen rajtunk. Legfontosabb a fejünk védelme, nagyon fontos, hogy a koponyát ért ütés, az nagyon komoly következményei lehetnek. Tehát legyen sapka, vagy vastag sapka, vagy vastag aláöltözet, hogyha mégis bekövetkezik az esés, tompítsuk a sérülést. Ha mégis megtörténik a baj, sokszor elsőre nem is biztos, hogy mi magunk fel tudjuk mérni, hogy történt-e akár valamilyen belső sérülés. Mindenképpen forduljunk orvoshoz? Mindenféleképpen, haladéktalanul nem tudjuk megítélni. Még egy orvos se tudja megítélni sokszor röntgen nélkül, hogy milyen súlyos a sérülése. El van-e törve az a csukló, kéz, végtag vagy sem. Ezért kell ugye a képalkotó vizsgálat. Nem, hogy egy laikus, aki nem ért hozzá, azt hogy tudná megítélni? Megbújhatnak kis repedések, amik később meg nagyon súlyos következményekkel járnak, ha nincsenek megfelelően kezelve. Nincsen összetéveszthetetlen szimptomája annak, hogy biztosan nyilván a bevérzés, amikor az azonnal... Nem annyi ütőésre gondoltam, persze. De ugye Tibor azt említette, hogy akár egy orvos is ránézésre lehet, hogy nem fogja tudni azt mondani, hogy ez biztos, hogy eltört. Tehát elképzelhető, hogy van egy teljes törésünk, úgyhogy ha nem mozdul el a csont, akkor akár nem is feltétlenül érezzük, csak egy picit fáj. Elképzelhető, hogy ne? Maximálisan elképzelhető. Vannak például ugye az én szakmámat illetően olyan csukló deformitások, villaállás, szuronyállású csukló, ami egyértelműen megmutatja orvosnak még röntgen nélkül is, hogy el van törve. Ugyanakkor vannak olyan finom kis repedések, sérülések, törések, amiket csak röntgen el tudunk kimutatni, esetleg nem is a sérülés napján, hanem egy pár nappal később, vagy esetleg gazdagabb országokban indulóban esetleg MR-t csináltatnak róla, nem pedig hagyományos röntgenfelvétel.
hogyha mégsem megyünk el orvoshoz, és ezt a rossz döntést meghozzuk, akkor hosszú távú ortopédiai problémáink lehetnek abból, hogyha van egy kezeletlen akár törésünk, akár ficamunk, akár bármi? Ez így van. Tehát természetesen, hogyha nem jön és rosszul forr össze egy csont, vagy pedig valamilyen deformitással, mindenképpen funkcióvesztést fog okozni, akár az ízületben, vagy akár izomerőben. Tehát nagyon fontos, hogy ezt időben felfedezzük. Tehát nagyon az üzenet az, hogy ne bagatellizáljuk el ezeket a típusú sérüléseket, és amikor kell, akkor fontos, hogy... Igen, azért valahol ebben játszik egy ilyen kis hiúsági kérdés is, nem? Hogyha férfiként belegondolok, oké, estem egyet, rendben van, megtörténik, de nem csinálok bele nagy dolgot. Én azért valamilyen szinte magamra ismerek, hogy nem fogok orvoshoz jelentkezni akármikor, de ezek szerint viszont érdemes. Azért vannak riasztó tünetek, tehát a nagy bevérzés, a elszíneződés, az, hogyha nem működik egy ízület, vagy nagyobb mozgáskorlátozottá válik, akkor azért... Hogyha törésekről beszélünk, akkor lehet azt mondani, hogy ilyenkor azért általában ezek már amennyire könnyű sérülés tud lenni egy törés, hogy azért nem hosszanti törések következnek be, hanem biztos és biztonsággal gyógyuló tünetek keletkeznek? Lehet ezt így megfogalmazni, de inkább arra gondolnék, hogy a törést nem mindenféleképpen kell operálni. Rögzíteni nagy valószínűséggel kell, operálni nem. Nem minden törés műtéti kockázattól, nem minden törést kell megoperálni feltétlenül. Igyekszünk, ha csak lehet a szakmánkba elkerülni az operációt, hiszen a mi szakmánkban egy műtét mindig két műtét. Általában fémbehelyezés, egy évvel később fémkivétel leggyakrabban, nem mindig szükséges, de leggyakrabban. Ja, van még egy messzire mutató téma, de nyilván meg kell említeni. Nagyon sok szeniorkorút érint ilyenkor, hogy a nagyobb esés következtében nem a keze sérül meg, hanem mondjuk nagy isten comnyaktörése lesz. És hogyha ezt kimondjuk, akkor rögtön mindenki a szívéhez kap, mert tudjuk, hogy mennyire veszélyes ez az idő elmúltával. Ez olyannyira veszélyes, hogy van egy kimutatása a NEAP-nak, vagy az korábbi OEP-nek, hogy a 65 év felettiek, akik így bekerültek kórházba egy töréssel, azoknak a 60%-a sajnos komoly szövődményekkel jár, és akár az életünk vesztésével is. Tehát nagyon fontos ez, hogy a comnyaktörést ezt meg kell előznünk. Vannak erre is eszközök, említeném a csípővédő nadrágot. És gondoljunk rá, ez egy kipárnázott olyan nadrág, ami körbe párnázza a nagy tomport, azt a kiálló csontunkat, és azáltal az esés miatt eloszlatja a terhelést, tehát el fogja vezetni az erőket, és azáltal kimutatották klinikai tény, hogy ezáltal lényegesen csökken a törések szám. Főleg azoknak, akik már elszenvedtek ilyen törést, vagy valamilyen csípőtáji műtétjük volt, azoknak mindenképpen javasolt. Ugye a comnyaktörésnél is tekintve arra, hogy valóban a szenior korosztályt érinti igazából, ugye leginkább azzal van a nagy probléma, hogy műteni kellene, de esetleg a páciensnek ugye a szíve gyengesége miatt ugye nem bevállalható az altatás. Hogyha van olyan, hogy nem kell műteni a comnyaktörést, és hogy rehabilitálható valamilyen módon? Vagy az általában műtéti beavatkozás? Ez általában műtéti beavatkozás, az életet ment. Tehát abban a pillanatban, hogyha ha arra... Nyilván vannak azok a típusú műtétek, amikor valamiért nem lehet elvégezni, de általában ez sokkal nagyobb kockázat nem megoperálni, mint a műtétet elvégezni. Meg ugye most már az altatóorvosok több megoldást tudnak az érzéstelenítés szempontjából. Nem kell feltétlenül mindenkit altatni. Gerinc közeli érzéstelenítés, ami kevésbé megterhelő a páciens számára, azzal megoldható ez. Doktor urak, a további kérdéseket a nézők fogják föltenni telefonon keresztül. Hívhatják a doktor urakat 759-55-00, ez a telefonszámunk, és természetesen a Facebookon is feltehetik kérdéseiket. Érkeztek telefonok a doktor urakhoz, sok telefon érkezett a témában, sok kérdés. Mi volt a fő irányvonal? Hát a későbbészeti témában kevesebb volt, inkább csípő és téld. Ez volt most a fő irány. Volt egy kérdés, egy hölgynek, aki fenékre ült, tehát egy egyszerű esése volt, de mégis kialakult neki egy csigolya zömülése, tehát egy kompressziós törése. Hát itt hívnám fel a figyelmét arra, hogy legyen csont sűrűségmérés mindenki, aki menopauza után van, évente érdemes szűrni, hogy kizárjuk azt, vagy megelőzhessük azt, hogy ne alakuljon ki. Ha már itt tartunk, a hölgyek egy picit jobban érintettek, veszélyeztetettebbek, mint az urak?
Vagy csak azért, mert mi járunk piacra, vagy nem tudom. Csontitkodás az ugye a hölgyeknél háromszor gyakori, mint a férfiaknál, ilyen szempontból. A Facebookon is érkezett hozzánk egy kérdés. 70 éves elmúltam, és két hete megműtötték a szilánkosra tört kezemet. Azt mondják, sosem lesz már olyan, mint régen, de ez mitől függ? Szedjek valamilyen vitamint, ami segíti az összeforrást? Köszönettem, Mária, tehát itt is egy hölgyről van szó. A sérülés pillanatában sok minden eltörik, valamit operálni kell, valamit nem, őt operálni kellett éppen. Szilánkosra törtet apró darabkákra. Próbáljunk összerakni egy eltört üveg poharat, nem mindig sikerül. Ugyanígy a csontokkal is igaz, amikor körbeveszik még a lágy részek. A vitaminokat illetően érdemes szedni D-vitamint, érdemes szedni kálciumot, érdemes szedni egy felszívódás segítőt. Nem nevezném meg a gyógyszert, rengeteg ilyen van, többfajta van már Magyarországon is, tehát kálcium, D-vitamin és a felszívódás segítő K-vitamin egy készítményben benne van ez, érdemes szedni, igen. Megmaradhat a mozgástartomány a sérülés után? Nagyon fontos a rehabilitáció, tehát a műtét után gyógytorna, tehát sok mozgás és a funkció vissza fog térni. Legyen így, és vigyázzunk magunkra, doktor urak, nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat. Köszönjük szépen.